Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelent ifjú, fiatal, érdeklődő gimnazistákat, azt hiszem gondolom gimnazisták, és ugyanilyen sok szeretettel üdvözlöm néhány kedves kollégát, akik szintén eljöttek, hogy ezt a következő előadást ebben a sorozatban meghallgassák. A mikroszerkezet, mint ahogy a cím is mutatja, az nem ugyanaz, mint az atomok szerkezete az anyagban, és erről a témakörről szeretnék egy kis bepillantást nyújtani, hogy mi is a különbség az atomos szerkezet és a mikroszerkezet között. Ez remélem, hogy majd kiderül az előadás során. Azt mindannyian tudjuk, hiszen ezt én is jól emlékszem, hogy azt a gimnáziumban megtanultam, amikor én is voltam ilyen fiatal gyerek, mint sokan itt a hallgatóság körében, hogy az anyagok atomokból épülnek fel. Ezt ugye már Lavoisier is kitalálta. Érdekes módon azt, hogy tényleg atomos szerkezetű az anyag, azt végül is a 20. század elején egy Laue nevű elméleti fizikus igazolta, együtt azzal, tehát csinált egy kísérletet, amiből kiderült, hogy egyrészt az anyag atomos szerkezetű, tényleg, másrészt, hogy azok a sugarak, amiket 11 néhány évvel korábban, tehát még a 19. század legvégén egy Röntgen, egy Konrad Röntgen nevű fizikus, kísérleti fizikus, mondhatnánk azt is, hogy véletlenül felfedezett, tehát hogy ez a sugárzás, amit Röntgen maga X sugárzásnak nevezett, ez elektromágneses hullám. Tehát Laue 1910-11 környékén egyetlen kísérletben igazolta ezt a két tényt, és ez a kísérlet, ez egy hatalmas tudományágat nyitott meg, ez az anyagtudománynak egy fontos része. Azt is tudjuk, hogy a szilárd anyagoknak a jelentős részében az atomok szabályos rendben helyezkednek el, és ezt erre azt mondjuk, hogy az atomoknak az elhelyezkedése, elrendezése az anyagban kristályos. Persze rengeteg nem kristályos szerkezetű anyag van, nem szabad lebecsülni a nem kristályos szerkezetű anyagoknak a halmazát, terét, hát más nem mondjak, ez a kijelző, amit most éppen nézek, ez sem kristályos szerkezetű, annak ellenére, hogy folyadékkristálynak nevezzük, de van benne valami hasonlóság a folyadék és a kristály között. Hát a víz az is anyag, és hát abból tudjuk, hogy rengeteg van, azt tudjuk, hogy nem kristályos. Mindaddig, amíg meg nem fagy. Hát itt van például egy kristály, aminek a neve is az, hogy kristály, ez a kvarc. Úgy is hívják ezt, hogy hegyi kristály. Hát itt látszik, hogy az egyes kristály részek, ezek ilyen sík lapokkal vannak határolva, és ezek a sík lapok, ezek valahogy elárulják azt, hogy mögöttük az atomok szabályos rendben helyezkednek el. Ez volt az első
megjelenési formája annak, hogy az atomok elhelyezkedése az anyagban kristályos. Hát ez egy gyönyörű hegyi kristály, ez hogyha összetörik, mondjuk az erózió következtében folyók, szél, stb., akkor ezt úgy hívjuk, hogy homok. És hogyha ezt megolvasztjuk, és egy kis nátriumot is hozzáteszünk, akkor ebből lehet csinálni üveget. Az is szilícium-dioxid lényegében. Legalábbis nagy részben. Gallium. Tudjuk, hogy a gallium az egy fém. Periódusos rendszerben megtalálja mindenki a galliumot, mint elemet. Mondhatnám azt is, hogy félvezető. Jó látni, hogy ilyen sík lapok határolják ennek a gallium kristálynak a kristályait. Van egy sík lap, aztán itt van egy sík lap. Ez is mind arról árulkodik, hogy az atomok a síklapok mögött valamilyen nagyon szabályos rendben kell, hogy elhelyezkedjenek. Gallium egy érdekes anyag, ugye nagyon alacsony hőmérsékleten megolvad. Itt is látszik, hogy tulajdonképpen az olvadáspont közelében lehet, mert ilyen minthogyha a felszíne megfolyt volna. Ezek hókristályok. Itt az alkotó elem az nem egy-egy, az nem egy elem, egy atom, hanem egy molekula. Egy H2O molekula. De a H2O molekulák is el tudnak rendeződni nagyon szabályos rendben, és ilyen kristályt hoznak létre. Még bonyolultabb anyagok is tudnak kristályosodni, tehát még bonyolultabb molekulák is tudnak kristályos rendben elhelyezkedni térben. Itt van például egy nagyon szép példa erre, ez az inzulin, amiről mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos szerepe van az életünkben. Ugye, hogyha valakinek ez hiányzik, akkor azt valamilyen módon pótolni kell. Ilyen három alapvető alkotó elemből áll ez az inzulin molekula. Azt mondják a kémikusok, vagy a biokémikusok, hogy itt van egy ilyen úgynevezett inzulin monomer. Az inzulin elnevezésben benne van az, hogy ez egy sziget. Tehát egy ilyen monomer, ahová ez a nyír mutat. Ezek a zöld szalagok, ezek valahogy az aromás gyűrűket akarják szimbolizálni. A részletes atomi elrendezés ebben a molekulában rettenetesen bonyolult, és a nagyjáboli elrendezése az atomoknak, az nagyjából valahogy így rajzolható fel. A fehérje kristallográfusok, azok a tudósok, akik a fehérjék szerkezetével foglalkoznak, ők kidolgoztak maguknak egy ilyen szimbolikát, egy ilyen rajzmódszert, amivel ők rögtön látják, hogy az atomok hol vannak. Mi is láthatjuk azt, hogy itt lényegében az a része ennek a molekulának, ami a cukor lebontás szempontjából fontos, az ez a szép, tulajdonképpen nagyon szabályos szerkezetű monomernek hívják ezt, és ezeket egy cink atom köti össze itt középen. Ez egy hatalmas molekula, és ebből a molekulából csodálatos kristályokat lehet növeszteni. Egy-egy ilyen kristály, ugye ez is kristály, látni ezeket a szabályos lapokat, ezek mögött, ezek a molekulák katonás rendben helyezkednek el. Tehát kristályt lehet csinálni egy-egy elemből, de lehet csinálni a hatalmas molekulákból. De tulajdonképpen nem erről akartam beszélni. Még pótlólag ezt ide tettem, amit tulajdonképpen már elmeséltem. Mielőtt arról kezdenénk elmérkedni, hogy a kristály szerkezet után mi következik, nézzünk bele egy picit a kristály szerkezetbe,
Nézzük meg, hogy milyen az atomok elrendezése a kristályban. Ugye a vas az egy nagyon közönséges anyag, amivel abszolút körül vagyunk véve, hiszen a mi bolygónkon a leggyakrabban előforduló elem a vas, és ilyen földi körülmények között a vas atomok egy ilyen kristályos rendben helyezkednek el, ez egy kocka, mindegyik éle egyforma hosszú, és az oldallapok által bezárt szögek exaktul 90 fokosak, és a kockának a csúcspontjaiban vannak atomok, és a középpontjában. Egy másik nagyon közönséges elem, vagy fém, a réz. Teljesen más a kristály szerkezete. A kockának a csúcspontjain megint csak vannak rézatomok, de most nem a kockának a közepén belül van a nem a csúcspontokon lévő, hanem az oldallapok közepén. Azt mondjuk ezekre a kis elemi építőkövekre, hogy elemi cella. Ennél kisebb egységet nem tudunk gyártani, vagy elképzelni, ami a kristályos szerkezetet leírná, reprezentálná. Tehát azt mondjuk, hogy elemi. Hát ez a legkisebb része a kristálynak, ezért eleminek hívjuk. És cella, hát cella, mert térbeli. Tehát azt mondhatjuk, hogy a vasnak az elemi cellája az ilyen, ahogy itten mindenki jól látja, és a réznek az elemi cellája ilyen. Egyébként érdekes, hogy a kristályos anyagok elemi cellái, azt mondhatnám, hogy ilyen 60-70%-ban ezt a két változatot valósítják meg. Tehát ez a két változat, ahol a kocka csúcsán és a közepén, illetve ahol a kocka csúcsán és a lap közepén van egy-egy, mondjuk atom, de lehet molekula is, ez szinte a leggyakoribb. Tehát így lehetne összefoglalni ezt a kis kristálytani elmélkedést, hogy a vasnak ilyen, és a réznek ilyen az elemi cellája. És ezekből az elemi cellákból úgy épül fel az egész kristály, a makroszkópikus, ez a egy vas darab, vagy egy alumínium darab, ez az alumínium lemez, ami itt szerepel, ez gondolom alumínium, fehérnek látszik, hogy ezek az elemi cellák, ezek a tér három irányába ismétlődnek egymás mellett, egymás mögött, egymás fölött, alatt. És ez a kristályos szerkezet. A következő lépésben most szakadjunk el a kristályoknak a kristályos szerkezetétől, és nézzük meg, hogy az igazi anyag milyen. Ehhez először hadd csináljunk egy kísérletet. Vállalkozik-e valaki önként, hogy itt segítkezik? Vállalkozik rá? Már én rámutattam valaki. Ugye sokszor, ha az ember elmegy egy cirkuszba, akkor ott a beépített emberek jönnek ki. Ő most nem beépített ember, tehát igazi önként jelentkező, akit én önként kihívtam. Köszönöm szépen. Itt van egy darab rézdrót. És a következőt fogjuk megpróbálni. Megpróbáljuk ezt a rézdrótot ebbe a fakockába ezzel a kalapáccsal, mint egy szöget beverni. Hát nézzük meg, hogy először az első kísérlet az hogyan sikerül. Megnyújtjuk ezt a gázlángot. Jöhet a gáz. Én ezt itt beletartom ebbe a gázlángba. Elég,
rendesen lobog. Hát először leég róla a szigetelés. Tessék, kezemet? Azt nem teszem be, csak a fogóval fogom. Picit lehet lejjebb tekerni, de úgy, hogy még maradjon. Jó? Nem fogom meg a drótot, mert nem égettem meg magam. Másik felét is, így, ez nagyon jó. Ezt is felizzítjuk, és hoppá. Még meleg, de most már nem meleg. Tessék, itt egy szög. Próbálja meg, most ezt el lehet zárni, ezzel a kalapáccsal, úgy, hogy mindenki lássa, ide beverni. Balkezes az jó. Ne egyenesítse ki, mert akkor a kísérlet nem sikerül, hanem engedje el. Jó, hát ez most azt mondanám, hogy ezt nem sikerült beverni. Na most, a következő kísérlet az, hogy levágunk egy nagyobb darabot, ezt ide, ebbe a satúba befogom, itt, másik, ez egy fúrógép, ide ebbe a fúrógépbe befogom a másik végét, így, jöjjön ide, megkérdezem a nevét. Bence. Bence. Megtenné, hogy ezt megtekeri, ezt a drótot? Igen, mehet. Mehet. Jó, letört. De az nem baj. Most ebből én levágok egy darabot. Ja, ez itten két. Tessék, itt van egy másik szög, tessék. Ezt fogjuk megpróbálni beverni ide. De engedj el a másik kezével, tehát egy... Jó, hát a végét elkalapálta, ezt nagyon jól be tudta verni. Na most, még egy utolsó kísérlet. Megint meggyújtjuk ezt a gázlángot. Ugye ez is egy ilyen megcsavart drótdarab, amit most megint beletartunk ebbe a lángba. Igen, jöhet. Nagyon jó. Ezt most megpróbálom kicsit felizzítani, ha sikerül. Igen, már befutotta egy ilyen kis szín, ugye az azt jelenti, hogy már nagyon fölmelegedett. Így, kicsit melegítjük. Aztán megfordítom, mert a fogó az persze lehűti, úgyhogy hogy mindenhol szépen fölizzon. Így. Nem akar fölizzani. Ez a gáz, ez nem tudom, miért nem meleg eléggé. Így, mondjuk, hogy most jó. Itt ezen az alumínium lemezen, nem ezért hoztuk az alumínium lemez, de ezt felhasználom arra, hogy kiüljön gyorsan. Nagyon jó. Ezt próbálja meg most Bence beverni. Szép lendületesre. Jó. Nem sikerül? Na de én is megpróbálom. Ez ebből ilyen így lekonyul. Jó, köszönöm szépen. Tehát megcsavartuk ezt a részdrótot ezzel a fúrógéppel, és akkor egy olyan részdrót darabot nyertünk, ami olyan, mint egy rendes szög, azt szépen be lehet verni ebbe a fadarabba. Ha kilágyítjuk, vagy kimelegítjük ebben a gázlángban, akkor nem bírjuk beverni, lekonyul.
Egy másik példát szeretnék mutatni, ami nem itt a... Azt mondja, hogy a biciklit azt mindenki ismeri, remélhetőleg. A bicikli, eltekintve a nagyon korszerű bicikliktől, vagy kerékpárnak nevezzük, lényegében különböző vas alapú, azt mondjuk, hogy acél alkatrészekből áll. Hát ugye ma tudjuk, hogy vannak ilyen szénszálas erősítésű vázak, és a kormányrúd az általában alumíniumból van. De mondjuk egy ilyen jó hagyományos csepel kerékpár, lehet, hogy ott már nem is láttak önök, az lényegében mindenhol a bicikli teljes elejétől a végéig, kivéve a gumi abroncsokat, valamilyen acélból van. És ezek az alkatrészek, ezek nagyon különbözőek. Ugye más és más igénybevételnek van kitéve az egyik meg a másik alkatrész. Ugye a váz az erős kell, hogy legyen és rugalmas, de a fogaskerékvilla az rettentő erős kell, hogy legyen. Vagy a lánc szemek, azok olyan acélból vannak, próbált már valaki láncot javítani, az ember nagyon elhajlítja a jó láncot, akkor az eltörik. Tehát nagyon különböző igénybevételnek vannak kitéve ezek a különböző acél alkatrészek. Például nem lehet őket felcserélni egymással, mert hogyha például fogaskerék acélból csinálnánk a vázat, akkor az zökkenőnél az valószínűleg eltörne, vagy hogyha vázacélból készülne a fogaskerék koszorú, a hátsó fogaskerék koszorú, akkor azzal a biciklivel mennénk 5 kilométert, és elkopna a fogaskerék, vagy elgörbülne. Tehát mindegyik acél, de mégis valami különbség van közöttük, és ez a különbség, ez az, amivel most szeretnék egy kicsit foglalkozni. Ez a plusz valami, ami az alap szerkezet mögött van, vagy fölött van, ezt lehetne összefoglalóan mikroszerkezetnek nevezni. Ezt a mikroszerkezetet, ezt rendkívül sokféleképpen elő lehet állítani. Ugye az acélból tudjuk, hogy lehet ötvözni. Itt felsoroltam egy pár módot, amivel a mikroszerkezet révén az anyag felhasználási, az anyag tulajdonságai megváltoztathatók. Lehet ötvözni, lehet kovácsolni, hevíteni, hűteni, edzeni, és még sok más módon lehet változtatni ugyanannak az anyagnak a tulajdonságait, és ilyenkor a mikroszerkezet változik, mert hiszen az alap kristály szerkezete az minden acél alkatrésznek, a bicikli összes acél alkatrészének az elemi cellája, az mindig ez a kocka, aminek a közepén van az atom. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a rozsdamentes acél, ha az igazi rozsdamentes acél, akkor annak az ilyen elemi cellája az viszont pont olyan, mint a réznek az elemi cellája. És otthon, hogyha van valakinek ilyen mágneses késtartója a falra szerelve, akkor az a kés, ami fölragad, ami ott marad a mágneses késtartón, az nem igazán rozsdamentes acélból van. Az igazi rozsdamentes acélból lévő eszköz, az nem marad ott a mágneses késtartón, az leesik. Jó, ez zárójelben. A rézdrótunknak, amit Bence segített beverni, illetve nem sikerült beverni, két állapota volt. A megcsavarás után
egyenes maradt, és jól be lehetett verni, mint egy szöget ebbe a fába, és a melegítés után lekonyult. Ugye ezt láttuk mindannyian. A mikroszerkezet az nagyon jól látható egy olyan eszközben, amit úgy hívunk, hogy elektronmikroszkóp. Nyilván az elektronmikroszkópról, mint eszközről sokan hallottak. Nézzünk bele egy ilyen elektronmikroszkópba. Nézzünk bele a részdrótunkba az elektronmikroszkópon keresztül. Hát először azt mutatnám meg, hogy egyáltalán egy ilyen elektronmikroszkóp hogy néz ki. Ez az elektronmikroszkóp itt alattunk, az alagsorban van. Ha valakit érdekel, hogy ez hogy néz ki közelről, akkor bármikor szívesen látom én is, kollégák is, és szívesen megmutatjuk. Tehát ez itt, ezen az egyetemen van ez az elektronmikroszkóp, és ez úgy működik nagyjából, vagy lényegében, hogy van benne egy elektronnyaláb, ami valahonnan onnan föntről indul a tetejéből, azért ilyen magas, hogy onnan föntről indulhasson, lejön ez az elektronnyaláb, persze vákum van a mikroszkópban. Itt el van helyezve egy anyagminta, amit meg akarunk vizsgálni. Hát adott esetben ez a részdrót, ebből a részdrótból csinálunk egy kis anyagmintát, amit meg akarunk nézni ebben az elektronmikroszkópban. És aztán itt alul keletkezik egy kép, amit ez egy ilyen kémlelő nyílás, azon keresztül bele lehet nézni az elektronmikroszkópba, és ott látni lehet, hogy milyen az a kép, amit vizsgálni akarunk. A megcsavarás után az elektronmikroszkópban körülbelül valami ilyesmit látnánk, mint ez. Ugye mindannyian tudjuk, hogy az elektronmikroszkópnak a nagyítása nagyon nagy. Sokkal nagyobb nagyítást lehet elérni vele, mint az optikai mikroszkóppal. Optikai mikroszkópról azt szoktuk mondani, hogy a nagyítása az befejeződik valahol a látható fény hullám hosszánál, tehát mondjuk az egy mikronnál sokkal kisebb részleteket nem lehet látni. Az elektronmikroszkópban az atomi méretek alá is el lehet jutni a nagyításban, tehát az atomi méret az a tized nanométer, 10 a mínusz 9 méternek még a tized része az az atomi méret. És hát ez a kép, ez nem a legnagyobb nagyítású kép, de látjuk, hogy itt az 1 mikron skála mögött is sok részlet van. Azt látjuk, hogy ez rettentően koszos ez a kép. Tele van mindenféle jelenséggel. A felmelegítés után, ha fölmelegítjük, tehát a fölmelegített drótot tesszük be az elektronmikroszkópba, akkor ez a jobb oldali kép fog látszani, ahol a skála nagyjából ugyanolyan, mint a baloldali képen, de azt látjuk, hogy egy-két ilyen kósza vonal jelenik meg, és közben pedig nagy tisztaság van. Ha ezt a nagy tisztaságot, ezt a tiszta területet föl tudnánk nagyítani nagyon nagyra, akkor ott látnánk, szinte látnánk az atomokat. Ilyen nagyítást azt lehet csinálni, mondjuk az atomokat egyenként biztos nem fogjuk látni, de fogunk látni olyan képet, ami arra utal, hogy ott az atomok tényleg egyenként helyezkednek el. Ezek a vonalak, ezek a hosszúkás vonalak, ezek azok a kristályhibák, amikor megcsavarjuk a részdrótot, akkor beviszünk egy csomó hibát ebbe a kristályos szerkezetbe, és ezek a kristályhibák azok, amelyek ezt a nagy szilárdságot kölcsönzik ennek a részdrótnak. Ezekből a vonalszerű kristályhibákból itt a baloldali képen olyan sok van, olyan rengeteg, hogy azt nem tudjuk egyenként látni őket, nem tudjuk fölbontani.
Sokkal nagyobb nagyítás kellene ahhoz, hogy egyenként lássuk őket. Lehet ilyen képet csinálni egyébként. Tehát azt lehet mondani, hogy a részdrótot, amikor megcsavarjuk, akkor rengeteg rácshibát, kristályhibát viszünk bele, és amikor fölhevítjük, akkor ezek a kristályhibák, ezek a rácshibák, amik a mikroszerkezetnek az alapjai, ezek kipusztulnak belőle. Ezeket a vonalszerű hibákat, ezeket diszlokációnak nevezzük. Hát most nem menjünk bele annak a részleteibe, hogy miért nevezzük diszlokációnak. A legjobb, ha valaki majd, amikor érettségizik, úgy dönt, hogy idejön, és akkor egy-két év tanulás után ez akár közismeretté is válhat számára, hogy mik azok a diszlokációk. Ezt a szép képet, ezt az internet, ugye nagyon sok képet az interneten találtam, mindenhol igyekeztem megadni a forrást, mert a copyrightot azt az ember igyekszik betartani, de ahol nincs odaírva a copyright, az esetleg saját készítésű felvétel vagy kép. A damaszkuszi kardnak az egyik példánya látható itt, és ugye a damaszkuszi kard az egy legenda, az a középkorban egy nagyon sokat keresett eszköz volt. Hát sajnos ugye nem igazán nemes célra használták, de most ettől tekintsünk el. Azt lehetett róla tudni, hogy nagyon nagy szilárdságú, tartós, nem rozsdásodik, és így tovább. Azt lehet mondani lényegében, hogy a Damaszkuszban a fegyverkovács az nem csinált egyebet, mint rengeteg diszlokációt vitt bele az acélba, a megfelelő acélba a kovácsolás révén. Egy következő példán azt szeretném megmutatni, hogy a mikroszerkezet az nem csak arra jó, tehát nem csak azért jó ismernünk a mikroszerkezetet, hogy meg tudjuk érteni, hogy egy adott anyag milyen tulajdonságú, hanem arra is szolgálhat, hogy bizonyos folyamatokat nyomon kövessünk. És itt ezt a példát, ezt a geológiából veszem, hiszen a fizika manapság nagyon sokszor valamilyen más tudományággal kapcsolódik össze, azt szoktuk mondani, hogy a határterületek, amikor összetalálkozik két tudomány, akkor a határterületen születnek ugyancsak nagyon érdekes eredmények. Tehát most egy kicsit a geológiába szeretnék elkalandozni, és ez lesz a befejező része is ennek a beszélgetésnek. Azt akarom mondani, hogy a hegyek deformálódnak. Hát itt van egy kép, meg fogom mondani, hogy ki csinálta, nem én csináltam, bár láttam még ennél is szebb példáját annak, hogy a hegyek hogyan deformálódnak. Itt azt látjuk, hogy ez az üledékes kőzet, ami ugye itt a rétegek jól láthatók, ezek a földtörténet során, ezek képlékenyen deformálódnak, elhajlanak. Ezt a felvétel szerzője ott szerepel. Ugye az Alpokról azt szoktuk tanulni, hogy az fiatal gyűrt hegység. Hát a gyűrődés az egy, nem a fúrógéppel alakítjuk a hegyeket, mint a részdrótot, hanem a földtörténet során alakul ki ez a deformáció. Ez egy másik szép példa, amit megint csak az interneten találtam. Hát itt teljesen egyértelműen látszik az, hogy az üledékes kőzet, rétegek hogyan alakultak képlékenyen.
összegyűrt üledékes réteg, ez egy amerikai szerzőnek a felvétele, a Rocky Mountains, azaz az megfelel az európai Alpoknak, az amerikai kontinensen, ugye Alaszkától egészen Argentina déli csücskéig végig vonul a Rocky Mountains, és ugyanúgy fiatal gyűrt hegyvidék, mint az Alpok, és itt teljesen egyértelműen látszik, hogy ez az üledékes kőzetréteg, ez összegyűrődött. Azt mondhatnánk némi költői túlzással, hogy a hegyeknek is van kovácsa, mert mindannyian tudjuk, hogy a planétánkon a lemezek, a földkéreg lemezei, azok még ma is mozognak, hiszen 3 nappal ezelőtt például Szófiában volt egy 4,3 erősségű földrengés. Szófia egyébként pont egy ilyen lemez találkozási pontban fekszik, és az emberek annyira hozzá vannak szokva a földrengésekhez, hogy meg se lepődnek, csak hogyha egy turista éppen arra jár. A turista lepődik meg a földrengésen. Ugye amikor a lemezek mozognak és összeérnek és megcsúsznak egymáson, akkor keletkezik egy földrengés. Tehát a földkéregben a lemezek csúszása révén deformálódnak a kőzetek. A lemezek csúszása, amikor a hegyek gyűrődnek, ugye a fúrógéppel Bence ezt a részdrótot, ezt megcsavarta kb. 10 másodperc alatt. A hegyek gyűrődése az néhány 10 millió év alatt zajlik le, és itt a hőmérséklet, az olvadáspont és a deformáció sebessége azok borzasztó erőteljesen összefüggnek egymással. A kövekről azt tudjuk, hogy azok ridegek. Ugye egy kalapáccsal rávelünk egy kőre, akkor az porrá törik, de hogyha volna időnk, hogy 1 millió éven keresztül nagy nyomást gyakoroljunk egy ilyen kődarabra, akkor az esetleg szétfolyna. A kövek, hegyek, tehát itt azt írtam ide le, hogy a kövek, hegyek deformációja az ugyanúgy azok révén, a vonalszerű kristályhibák révén megy végbe, mint ahogy azt az elektron mikroszkóban láttuk a réz esetén. Az egyik fontos geológiai összetevő, azt úgy hívják a geológusok, hogy olivin, és ez lényegében egy ilyen magnézium vas szilikát, ugye a planétánknak a fő összetevői, ez a 3 elem, plusz az oxigén, tehát magnézium vas, szilícium és oxigén, ebből annyi van, hogy csak na. Ez a kép, ami egy Patrick Cordier nevű fizikus kollega készített elektromikroszkópban. Ez azt mutatja, hogy ebben az olivinben azt is meg lehet deformálni, csak elég magas hőmérsékletre kell menni, mert ugye a lemezek mozgásánál ott van 10 millió év. De ha nincs 10 millió év, akkor föl kell melegíteni, és akkor kb. Ugyanúgy történik minden, mintha 10 millió évet várnánk. Látjuk ezeket a vonalszerű hibákat, ugyanolyanok, mint a réz darabunkban, amit az előbb láttunk, tehát a különbség szinte minimális. Vagy egy másik példa, ezt megint csak az internetről találtam, egy gyengén deformált olivin darab, tehát ez egy kő, ami meg lett deformálva viszonylag magas hőmérsékleten, de kismértékben, itt ez a skála, ez 10 mikron, az azt jelenti, hogy itt nagyon kevés ilyen vonalszerű hiba van,
Itt a skála 1 mikron, itt látjuk, hogy hatalmas sűrűségű a hibák, sűrűségben vannak hibák, tehát a deformáció mértékével a kövekben is változik ezeknek a hibáknak a mennyisége. Ezeknek a köveknek, ha meg tudjuk vizsgálni a hiba szerkezetét, akkor például esélyünk van arra, hogy megmondjuk, hogy milyen deformáció révén jött létre az a bizonyos állapot. Tehát vannak geológusok, akik azt remélik, hogy az ilyen mikroszerkezeti vizsgálatok alapján esetleg a földrengést képesek majd modellezni. Tehát itt összekapcsolódik a fizika, azt mondanám, hogy az anyagtudomány, a geológia és a geofizika. Hadd mutassak nagyon röviden befejezésképpen egy ilyen ELTE-s kísérletet, amit persze együttműködésben kellett csinálni francia és német kutatókkal és laborokkal, mert minden eszköz nem áll rendelkezésre egy helyen. Nagyon sok jó eszköz van itt az ELTE-n is, de minden nincs, de az együttműködés az pótolja ezeket a hiányzó dolgokat. Amúgy is jó, hogyha összejönnek különböző képzettségű emberek, mert az egyik tanul a másiktól és fordítva. Itt azt mondanám el, hogy az elektronmikroszkópia mellett a röntgensugarak elhajlása az is lehetőséget nyújt arra, hogy a mikroszerkezetről valamit mondjunk. Először ugye, ha valamilyen kutatást akarunk csinálni, akkor először világosan föl kell tenni a kérdést. Nos, itt a kérdés az volt, hogy van-e szerepe a diszlokációknak, ugye ezek a vonalszerű kristályhibák, van-e szerepe ezeknek a vonalszerű kristályhibáknak a földfelszín alatt mélyen, 800 km mélységben, ahol a hőmérséklet durván ilyen 2500 Celsius fok, és a nyomás durván ilyen 25 gigapaszkál, ez egy nagyon nagy nyomás. Ilyen mélyről anyagmintát nem tudunk fölhozni, mert a legmélyebb fúrás azt hiszem 10 kilométer, de lehet, hogy ebben tévedek. 800 kilométerről anyagmintát fölhozni, azt még nem sikerült. Az még egy darabig nem is fog sikerülni. Nincs ilyen fúrógép, amivel le lehetne fúrni. De viszont tudjuk a szerkezetet. A geológusok fantasztikus, milyen okosak és ravaszak, és a planétánknak a belső szerkezetéről elképesztően pontos képük van. Elő lehet állítani ezt az anyagmintát szintetikusan. Egy ilyen magnézium-szilícium-oxid anyagmintának a szerkezetét vizsgáltuk meg. Itt röviden azt mutatnám, ugye mondom, hogy a geológusok milyen fantasztikusan jól ismerik a Föld golyó szerkezetét. Ez egy nagyon sematikus ábra, ami azt mutatja, hogy a mélység függvényében hogyan változik az összetétele a földkéregnek. A földkéreg nagyon vastag, a szilárd földkéreg az nagyon vastag, és csak mélyen kezd el folyékonyá válni, és aztán tudjuk, hogy még mélyebben megint szilárd. Ugye régen azt hittük, amikor én még gyerek voltam, akkor azt hittük, hogy a magma az teljesen folyékony, de ma már tudjuk, hogy a Föld, a planétánknak a legbelső része, az egy szilárd vasgolyó. Tehát ahogy megyünk lefelé a földkéregben, ezek az ásványok fordulnak elő. Itt jobb oldalon a nyomás és a hőmérséklet látható, hogy megyünk lefelé, természetesen nő a nyomás, és persze nő a hőmérséklet. Nos, egy együttműködésben egy ilyen magnézium, alumínium, szilícium, oxid kristályt állítottunk elő, ami megfelel ennek a kb. 800 km mélyen fekvő anyag összetételnek.
Hogy lehet ezt előállítani? Ez egy nagyon szellemes szerkezet, ez az úgynevezett sokkockás nyomáscella. Lehet, hogy a geológusok ezt nem így hívják, nem találtam erre jobb magyar szót. Tessék elképzelni, hogy veszünk 8 darab kockát, nagyon kemények, 8 darab kockát, és mindegyiknek az egyik sarkát lecsapjuk. Jó? És akkor úgy rakjuk össze ezt a 8 darab kockát, hogy a lecsapott sarka az mindegyiknek ugyanott legyen középen. Akkor ott keletkezik egy üreg. És úgy rakjuk össze az egészet, hogy a kockák között legyen kis hézag. És hogyha ezt a 8 kockát ott középen a lecsapott sarka helyén keletkezett üregbe elhelyezett anyag mintával összenyomjuk 3 egymásra merőleges irányból, akkor ott abban a kis üregben egy hatalmas nyomást lehet elérni. Az egészet föl lehet melegíteni, tehát elő lehet állítani azokat a körülményeket, amik megvalósulnak a Föld kéreg belsejében. Ha ezek a rések elég nagyok, mondjuk 1 milliméter, akkor még át is lehet világítani a kockák lapjai között valamilyen sugárral, például egy röntgen sugárral. Ez most azt mutatja ez a sematikus ábra, aminek ott van a szerzője, ugye ez nem olyan nagyon régi ez a kísérlet, és ebben a cikkben ez a szerző azt írta le, hogy működik ez a szerkezet. Itt jön egy röntgen sugár, itt ez a kis piros, ez az anyag minta, amit ő meg akar vizsgálni, ez lenne az egyenes továbbmenés iránya, és elhajlik a röntgen sugár, és itt belemegy egy detektorba. Ez tulajdonképpen csak azt mutatja ez a dia, hogy a nagy nyomás és a nagy hőmérséklet az nem triviális, ahhoz el kell menni valahová, ahol van egy ilyen rendes prés. Ezek a prések, ezek nagy berendezések. Ez ugye itt van egy dolgo, azt hiszem, hogy itt van egy dolgozó, vagy minden esetre itt van egy ajtó. Hát ez a prés, ez ilyen másfél-két ember magas eszköz, elég drága, nem olcsó berendezések, és Bajorországban körülbelül 15 évvel ezelőtt jött létre az Európai Geológiai Kutatóközpont, és ott van egy ilyen nagynyomású laboratórium, tehát ott elő lehet állítani szintetikusan a földkéreg mélyében lévő anyagokhoz hasonló anyagmintákat. Itt van a mintánk, aminek kiszemeltük egy kis részét, nem nagy ez, 1 milliméter a teljes hossz szélessége, és azon belül is kiszemeltünk egy kis tartományt, és ennek a kis tartománynak vizsgáljuk meg a mikroszerkezetét, tehát hogy a diszlokációk hogyan vannak benne, mert az jellemző arra, hogy a földkéreg belsejében mi történik. Ez most megint egy saját bemutatás. Itt mondtam, hogy alattunk, az alagsorban lehet látni elektronmikroszkópot, lehet látni röntgen laboratóriumot is, ahol erre a célra kifejlesztett speciális berendezés található, amivel a mikroszerkezetet vizsgálni tudjuk. Anélkül, hogy a részletekbe mennék, és megértenénk, hogy itt most miről van szó, ilyen röntgen spektrumokat lehet mérni, és ezek a röntgen spektrumok, ezek jellemzik a mikroszerkezetet. Például ezeknek az ilyen spektrum görbéknek a szélessége az jellemző arra, hogy milyen diszlokáció szerkezet van az anyagban. Ezeket a szélességeket föl lehet rajzolni megfelelő módon. Látjuk, hogy ez nagyon jellegzetesen össze-vissza ugrál.
más és más anyag esetében ez az ugrabugrálás, ez nagyon jellemző és más. És a diszlokációk esetében attól függően, hogy milyen vonalszerű hibák vannak a kristályban, ez a viselkedés, ez nagyon különböző tud lenni, ez az ugrabugrálás. Ebből következtettünk arra, hogy ebben a magnézium-alumínium szilikátban, amit perovszkitnek neveznek a geológusok, ez egy ilyen magnézium-alumínium szilikát, perovszkit szerkezetű, a perovszkit az egy szerkezet, kristály szerkezet, ebben igenis vannak diszlokációk, azt is meg tudtuk mondani, hogy milyen diszlokációk vannak benne, és ezt a tudást föl lehet használni a lemezek mozgásának a modellezésére. Hát nagyon nagy túlzással, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy ez a kis vizsgálódás, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a földrengés és a lemezmozgás leírását egy kicsit pontosabban ismerjük meg. Tehát a mikroszerkezet erre is alkalmas. Én az absztraktban, amit lehet, hogy valaki olvasott, ígértem azt, hogy régészkedni is lehet a mikroszerkezet alapján. Természetesen egy ilyen előadás alkalmával nem lehet sok poént elmondani. Én most erre a geológiai aspektusra akartam koncentrálni. Ha persze valakit érdekel az, hogy hogyan lehet régészkedni, és még mire használható ez a módszer, és a mikroszerkezet az hogyan kapcsolódik ide, azt vagy egy másik alkalommal, vagy pedig egy személyes találkozás, vagy pedig itt az egyetemen lehet azt megtanulni. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm szépen!